Gratulálok, szeretném, nem tudom, hogy ez döntetlen benned miként él, miként valósult meg, de nem a szeretnénye a rúgogóban döntetlen bónuszolni. Hát igen, mert csak találjuk a múlt, csak hát úgy alakult a játékképpen, lettünk egy óra, és egész jól tartottuk magunkat, tehát a périkásban is jók voltunk, kifejlítjük a labdákat. Aztán jöttek ezek a pillanatokat, hogy halt voltak, hogy nem volt, vagy bírul a válogatja, én azt mondom, hogy befújta, sajnos. Én azt mondom, hogy úgy elmasztam az első érzés, hogy másik között egy kicsit bátrabban húztuk már labdákat, akkor szerintem amellett van még gólt lenni. Nem azt az elemény, azt lehetem rossz, csak otthon így kell rászállni, a másik fél évet első tizet is bátrabban húztuk. Kívülről nagyon magabiztosnak tűntél. Előre hogy értem meg ezt a mégis a BL megközítés a legyőződés? Ezt tudtuk, hogy nagyon jó csapat, ezt ahogy járatták a labdát, hogy passzoltak, vagy nagyon szervezetten mozogtak, ez be is igazolódott. Volt első félidő, de a csapat szinte nem tudjuk szóval. Még pár belőle csapat a legkettük, hogy elkezdtük, meghatározom az első félidő, ez a nagyon jó és a tudódás, akkor tudtuk a labdát. Próbáltam, hogy a figyelni előtt. Itt a vágó milyen játékkészséget tudtok megadni a vágóban? Ez 200%, különösen az albánok ellen, összesen menő tehet ház lesz, és sokat tudok minket bízdítani. Remélem, hogy be tudjuk ismételni azt a játékot, akiket házzán tartunk. Azt nézem meg, a futói 2-6-6-6.